In cui c'era Andrea Pagliuc, io non ero molto già quello che intensiva, cioè Agenda e hát július óta még intenzívebben, hogy már a fél éveket is csinálom. Tehát így naponta egy órát gyakorlok most már. Hát az igazság az, hogy egészen júliusig ilyen nem igazán éreztem semmi változást az életemben. Viszont most július végén, illetve július elejétől érzem azt, hogy valami nagyon beindult intenzíven. Hát először is emberek kezdtek el leválni rólam, akik csak így szívták az energiámat. A másik pedig az, hogy az életkedvem az úgy elkezdett visszajönni. Tehát az utóbbi nem is tudom hány évben, 3-4 évben én azt éreztem, hogy annyira nincs értelme az életnek, hogy még ha valami jó dolog is történt velem, én azt éreztem, hogy oké, ez most tök jó, aztán elmúlik, és akkor utána mi van? És ez itt teljesen elmúlt. Tehát, hogyha rosszul érzem magam, rossz napom van, akkor sem azt érzem, hogy szar az élet, és nincs kiút, hanem azt érzem, hogy de igen, és oké, ez most egy rossz időszak, de ez jobb lesz, tehát ez abszolút visszajött. Júliusban, amikor jöttem, én Stockholmban lakom, és azért is járok haza gyakrabban, most hogy tudjak gyakorolni csoportos órákon. És amikor most júliusban jöttem, akkor így nagyon megnyomtam ezt, tehát így annyi csoportos órára mentem el, amennyire csak bírtam. És én úgy érkeztem, hogy én teljesen ki voltam merülve. Tehát krónikus fáradtság, mellékvesség kimerültsége. Nekem egy napom úgy nézett ki, hogy felkeltem, elmentem dolgozni, és nekem napközben le kellett feküdnöm. Aludni, legalább egy órát, fél órát. És ez is így megszűnt. Tehát végig tudom vinni úgy a napomat, hogy nem kell lefeküdnöm aludni. Hát talán ez, ja igen, és a testtartásom az, ami még kezd javulni. Tehát én nagyon, ez a homorulat, ez nekem így eléggé látszódott. És sokan mondták nekem, hogy én úgy megyek, hogy így ugrálok. És itt is előre dőltem, és ez most így kezd így hátrébb húzódni, és a talpamon állok. És így talán ez az, ami megy. Úgyhogy köszönöm szépen!